birthday, Bukán Gyuri! Happy birthday to you! Meg ismersz? Én meg arra gondoltam, hogy kiknek ilyen sürgős ez, hogy önnek elő. Nekem. Szervusz. Hát ilyet ide figyeljél, csillagom. Én nem vagyok normális, mert ugye lent kellene élnem a vidéki házamba. Hát akkor se leszek, mert nem vagyok normális, de ne rólam beszéljünk. Ide figyelj. Azt itt, aki itt van, mindenki tudja, hogy ha te leülsz egy zongorához, és az megszólal, akkor nem akarok túlozni, az szépen kis csoda történik. És mondjuk az van, tudod, hogy utoljára akkor láttalak, azt hiszem, amikor a Művészetek Palotájában szintén melléd mentem a színpadra, és agyba főbe dicsértelek, de utána beszéltem véletlenül most elfelejtettem a híres zongorista nevét, akivel beszéltem telefonon, és ő is agyba főbe dicsért, hogy neked van egy olyan billentésed, ami nincs a világon másnak. Nem drágám, nem drágám. Londonban volt, megőrülök, most megfolyta nekem. Nem. Karnagy is, hogy most már nem fiatal. Solti? Nem, mert menjünk tovább, mert én ilyen hülye vagyok. Elfelejt, a te neved még tudom, hogy Bukán György. Na most várjál, de ide figyelj. Szóval, de nekem meg fogod bocsájtani, hogy ha az van, hogy Bukán György, akkor nekem az a fiú jön elő az én lelkembe, aki mikor fiatal voltam még én is, nem csak te, akkor ugye éltünk a színházba és a fészekbe. És akkor én megérkeztem, és a dobogón állt a zongora, de akkor már te ültél a zongoránál, és én mindig leültem a lábadhoz, és hallgattalak, és annyira szerettél, hogy nem sértődtél meg, mikor azt mondtam, hogy nem játszanál most el nekem a San Franciscót, mert akkor éppen a szerelmem a San Franciscóhoz kötött valahogy. Na, azt is megtetted. Szóval nekem az a fiú vagy, azon kívül az a nagy művész vagy, és tudod, miért vagyok még itt? Mert ezek az emberek... Nekem majd lesz, de közelebb vagyok a 80-hoz, mint a 70-hez. Na most ide figyelj, Vukán. Most így 70-től szemben. Várjál! Van egy díj, amit alapítottak neked. De én nem tudom tartani, mert a halálom óta nem tudok fogni. Ez a díj, majd felolvassa az úr, hogy ezt kik és miért adják neked, és majd csak azután adom oda neked. Mert ugyanis te minden díjat megérdemeltél volna már, csak elfelejtették neked odaadni, de kárpótlásul azt szeretném neked elmondani, hogy Tolstoj, Dostojevski és Csehov már kaphatott volna Nobel-díjat, és egyik se kapta meg. Hát nem? Petrovics azt mondta, hogy azt mondták, hogy a Cifra is játszott kocsmában, mert kifogás volt, hogy egy kocsmában játszom egy díjjal kapcsolat. És akkor azt mondta, hogy nem is kapott kocsmadíjat. Ja Istenem, mindegy, tudod, én tele vagyok olyan emberekkel, hogy közvetítek olyan, és ő már meg is halt, szóval én őt se akarom megbántani, mert őt is szeretem. Te meg mondtam. Jó van, ide figyeljél, most felolvassák neked ezt a díjat, és én átadom neked, mert nagyon nehéz ám, úgyhogy még ezt is megteszem, tessék felolvasni. Köszönöm szépen, nekem jutott a feladat. Hát figyelj, tartozom még az. Muszáj. A Vukán díj. A Vukán díjat Vukán György barátai és tisztelői alapították 2011-ben. A díjjal az alapítók a névadó iránti szeretetüket, megbecsülésüket és a névadó művészi pályája, illetve kiemelkedő emberi tulajdonságai iránti tiszteletüket kívánták kifejezni. Ez a díj különbözik a szokásos állami kitüntetésektől. Hál' Isten. Azért más, mert az állam sokszor nem jó gazda, gyakran az ízlése is rossz, és egyáltalán nem jó emberismerő. Ez a díj különbözik az ismert alternatív kitüntetésektől is.
nem alternatív díj, azért nem, mert Vukán Györgynek nincs alternatívája. Ez a díj különbözik az ismert különféle közönségdíjaktól. Vukán Györgyöt, a művészt, a közönség évtizedek óta enélkül is már a tenyerén hordozza. Ez a díj tehát egyszerű és megismételhetetlen. Egyszerre fejezi ki a díjazott művészi kvalitásait és emberi tulajdonságait. A műfajok között kötöttség nélkül otthonosan mozgó zongoravirtuóz szerzői és előadói képességeit, valamint példaértékű emberi tartását és kiemelkedő moralitását. Ennek a díjnak csak egy névadója lehetett, Vukán György. Ezt a díjat ezért csak egy valaki veheti át, Vukán György. Én is már vettem részt ilyen meglepetésekben, mint zongorista. Ez most nagyon meglepett, meg valami összét. Én biztos másokat is, de abszolút nem számítottam. Ezt a díjat meg majd hónap 19-től átadok tehetséges fiataloknak, nem ez, hanem ez hasonló díjat. Csak így, ahogy körülnézek, hát igenis csak sok ismerős tartok. Nagy részükkel az életemet tulajdonképpen végigértem. Kisebb nagyobb megszakításokkal küzdöttünk. Voltak kudarcaink, hát legalábbis nekem. Voltak sikerek is, azt sem érdemes eltagadni. De leginkább azt hiszem, hogy én ezt elmondhatom, akinek már rokonai sincsenek, hogy voltak barátaim, és nagyon örülök mindenre. Igen. Ma kizongorázik. Én, bocsi-bocsi tarkát. Köszönöm szépen. Megvan a zongorista. Remélem szereted, Bársányi Tamás. Hol? Nem, azt mondtam, hogy megvan a kicsért. Ja, csak nem tudom visszaidézni, mi az a billentés, amit csak te tudsz. Hát, ez a jó Isten. Majd ő megmondja neked, hogy mi az a billentés. Az a helyzet, hogy az embernek az újbegyében van valami, már nem szó szerint értendő, valami érzés, érzékelés, amit kell kapni, szóval ezt nem lehet beszerezni. Nem lehet beszerezni, amitől az ember jó esetben természetesen képessé válik arra, hogy mondjuk egy ilyen zongorán, ami mondjuk egy hegedűhöz képest egy eléggé mechanikus hangszer, olyan hangszíneket is tud játszani, ami elvileg azt kell mondjam, talán nincs is rajta a zongorán. Minden itt van, és hát persze az agyba, hát ezt hagyjuk, mert köszönöm a jó Istennek, hogy adta ezt, és főleg azt, hogy ezt megérhettem. Köszönöm mindazoknak, akik a elmúlt betegségemben segítettek. Ígérem, hogy többet ilyen nem fordul el. Imádlak beletek, hát ez ügyben. Isten éltessen. Isten éltessen. Nagyon szépen köszönöm. Isten éltessen. Tibikén. Most Lord Valley. Touch me with your hand, teach me with your mind. Maybe it's another letter, it's another last chance.